Vásárol a Dunaújváros televízió riportere és a cég ügyvezetője városunk egyik nagy áruházában. Liszt, cukor, rizs és konzervek is kerülnek a bevásárlókocsiba. Ők is készülnek a karácsonyra, azonban most a jótékonyság jegyében, hiszen a tartós élelmiszereket a Magyar Vöröskeresztnek vásárolta a DSTV. A szervezet élelmiszergyűjtési akciójának célja a hátrányos helyzetű családok karácsonyának szebbététele. Ebben szeretett volna segíteni a helyi televízió is, amely már több alkalommal jótékonykodott. A Dunaújváros televízió mindig fontosnak tartja, hogy ha tud, akkor adakozzon. Legutóbb a Fidesz jótékonysági báján egy közel ugyanilyen értékben egy festményt vásároltunk meg, most pedig tartós élelmiszereket vásároltunk a Vöröskeresztnek. Fasztják egészsége akkor. Ezek a felvételek augusztusban készültek, akkor egy 6 gyermekes család iskola kezdését támogatta a Dunaújváros televízió partnerével közösen. A tanévkezdéshez szükséges felszerelések anyagi támogatása nagy segítséget jelentett a családnak. És akkor nagyon szeretnénk megköszönni személyesen is a Dunaújvárosi tévének, hogy a Magyar Vöröskereszt munkáját segíti. A legutóbbi élelmiszeradományjal is újabb családoknak kíván segíteni. A több mint 20 000 forintnyi csomagot a cég és a televízió dolgozói adták össze, hogy szebbé tegyék a rászorulók karácsonyát. Gyöngyösi Péter, a DSTV ügyvezetője kiemelte, a jövőben is nagy figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetűek támogatására.